Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Drága testvéreim, a polgári év utolsó estéje, utolsó szentmiséje. Számadásra és hálaadásra gyűltünk össze. A számadás, hogy ha mérlegre tennénk ez évi kéréseinknek a mennyiségét, az értevállalt áldozatokat, a serpenyő másik végébe pedig beleraknánk a hálaadásunkat, a ráfordított időt, hát úgy gondolom, nagyon-nagyon magasan lenne. A ma este pedig arra szolgál, hogy ezt kiegyenlítsük és megfordítsuk a helyzetet. Köszönjük meg Istennek mindazt, amit ebben az esztendőben adott nekünk, és ebben a szentmisében, aminek az értéke végtelen, adjunk hálát mindenért. És így a mérleg megváltozik. És hogy valóban a hálaadásunk méltó legyen és őszinte, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te szent fiat születésével új módon és tökéletesen magadhoz kapcsoltad az emberiséget. Kérünk, ismerj minket magadénak fiat kedvéért, mert ő az egész emberi nem üdvözítője, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostol első leveléből. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Amint hallottátok, eljön az Antikrisztus. Már eddig is sok Antikrisztus lépett föl, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindenki tartozik közénk. Ti azonban a Szentlélek kenetében részesültetek, és azt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek, és azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, s a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön,
de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből a kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Drága testvéreim, az esztendő utolsó estéjén, mint ahogy a Szent Mise bevezetőjében is mondtam, a hála hozott el bennünket Istenünk színe elé. Engedelmeskedve a zsoltáros szavainak is, mely több ezer éven át minden nemzedék fülében visszhangzik, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökké való. Mit is adhatnék az Úrnak? Fogom az üdvösség kelyhét, és magamat áldozom föl. Az első világháború befejezése után egy belgiumi trapista kolostorba örök fogadalmat tett egy ember, és az Albert szerzetesi nevet vette föl. A rendbe való belépése előtt, ma úgy mondanánk, milliárdos volt, és jeles államférfiú. A háborúban a belga hadsereg tisztjeként szolgált. 6 hadiérmet, valamint a belga és francia becsületrend keresztjét kapta meg tettei elismeréseképpen. Amikor véget ért a háború, hálából, hogy Isten megsegítette őt és hazáját, szerzetbe lépett. Örök fogadalmán jelen volt az akkori teljes belga kormány, valamint a haderő minden tisztje. Ám mielőtt letette volna az örök fogadalmát, fogta a kitüntetéseit, és a kolostor Jézus szíve oltárára helyezte azokat. És Páter Albert a szerzetesi életben is kiváló volt. Megmutatta, miként képes valaki teljesen átadni önmagát Istennek. És tette ezt hálából. Mert veszem az üdvösség kelyhét, és föláldozom önmagamat. Drága testvéreim, szívünk hálájával álljunk ma Isten elé, hogy megköszönjük Urunknak az elmúlt esztendőt, az életet, a kegyelmet és a kereszteket. Köszönjük meg, hogy imádkozhattunk, hiszen látjuk, mennyire szenvednek kimondatlanul is azok, akik nem tudnak imádkozni. Köszönjük meg Istenünknek, hogy templomainkba hazavárt bennünket a Szent Mise áldozatra, hogy egy közösséggé, családdá lehettünk, ő pedig a testével és a vérével táplált minket. Mi tudjuk, mekkora ajándék számunkra a Szent Mise.
Köszönjük meg Istenünknek, hogy bűneinkben nem kellett elvesznünk, hanem papjai ajkával föloldozott minket, hogy egyre tökéletesebb életet élhessünk, hogy miként Szent Pál fogalmaz a kolosszaiakhez írt levélben, az adós levelet, mely vádolt minket és ellenünk szólt, eltörölte, eltette az útból és a keresztre szegezte, lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk. Drága testvéreim, sokszor úgy tűnik az életünkben, hogy elveszünk, hogy a hullámok átcsapnak a fejünk fölött, és mi magunk is, mint az apostolok abban a bizonyos csónakban, fölkiáltunk, Uram, nem törődöl vele, hogy elveszünk. És Istenünk parancsol a szélnek, lecsendesíti a vihart, és valóban megsimogatja a homlokunkat, a lelkünket, és azt mondja, ne félj, én veled vagyok. Ami neked fáj, az fáj nekem is. Ami neked örömöt szerez, attól boldog vagyok én is. Mert én a veled való, a közötted élő Isten vagyok. És olykor észre sem veszed, hogy mennyire közel vagyok hozzá. Rubens az utolsó festményének, melyet a Medici galériában őriznek, ezt a címet adta, az idő feltárja az igazságot. A képnek a címe mély gondolatokat közöl, hiszen valamennyien felfedezhetjük, hogy az időnek, életünk napjainak Isten az Ura. Érezzük, hogy Isten előtt felelősséggel tartozunk, és az igazságot nem lehet örökre elrejteni. Az elbizakodott emberekről, akik mindezt elfelejtik, írta Izaiás próféta, azt mondjátok, szövetségre léptünk a halállal, és az alvilággal kötöttünk szerződést. Ha eljön a suhogó ostor, nem ér el minket, mert a hazugságot tettük meg menedékünké, és a hamisságban rejtőzünk el. Mennyi ember szövetkezik a halállal, mennyi ember teszi tönkre az életét, ahelyett, hogy az életet választaná, magát, Krisztust. De mi tudjuk jól, hogy értük is felelősséggel tartozunk, imádkoznunk és engesztelnünk kell érettük. Drága testvéreim, a mai estén tiszta szívből mondhatjuk, áldott legyen mindenért az Isten, áldott legyen a teljes Szent Háromság az elmúlt esztendőért, az életért, a kegyelemért és a keresztekért. Amen. Drága testvéreim, az év utolsó estéjén egyfajta statisztikát olvasnak fel a templomokban is, számadást tartunk. Úgy gondolom, a számok csak nekünk embereknek mérvadóak és fontosak, az Istennek egészen más a statisztikája. No de lássuk. Idén 152 személyt kereszteltünk, 61-jel kevesebbet, mint tavaly. A 152-ből 66 fiú, 86 leány,
és 2 felnőtt. 52 pár esküdött örök hűséget. 10 párral többen, mint tavaly. 100-an találkoztak idén először Jézussal, a szentségi Jézussal, 18-al többen, mint tavaly. A Szentlélek viszont 17-tel kevesebb fiatalra ereszkedett le, mint tavaly 61 fő birmálkozott az esztendőben. 237-en költöztek át az örökké valóságba, 11-el kevesebben, mint a tavalyi esztendőben. A 237 főből 102 férfi és 135 nő. A 237 személyből 105-en voltak ellátva, azaz szentségekkel fölkészítve a nagy útra, 132-en pedig szentségek nélkül álltak Isten ítélőszéke elé. Az idei egyházi hozzájárulásnak az összege, amelyet a kedves hívek befizettek, 5.573.950 forint, ez a tavalyihoz képest 634.000 forinttal több. Köszönjük szépen! Az idei gyűjtések a katolikus iskolákra, a Szentföldi, Péter Fillér, Karitász, missziós gyűjtés 1.791.880 forint, amit a püspökségnek átutaltunk, illetve továbbítottunk, ez 121.870 forinttal több, mint a tavalyi esztendőben. És hogy mennyien áldoztak, ezt onnan tudjuk, hogy számon tartjuk, mennyi ostya fogy. Idén 86.400-an járultak szent áldozáshoz. Ez 10.400-zal több, mint a tavalyi esztendőben. Adja Isten, hogy ez a szám emelkedjék. Hiszen Jézus az út, az igazság és az élet. Örömömben és bánatomban csak tőle kaphatok erőt. És ő az, aki szüntelenül erősít bennünket, ő az, aki a szeretet tankunkat fel tudja tölteni. Ő az, aki szeretettel vár bennünket, hogy minél többször találkozzunk vele. És ahány szentmisén részt veszünk, és ha a kegyelem állapotában vagyunk, annyiszor járulhatunk szent áldozáshoz. Hangsúlyozom, ez a statisztika, a számok tükrében, hogy hány imádság szállt az ég felé ebben az Isten hajlékában, csak a mennyei seregek tudnák megmondani. Hogy mennyi könycsepp lett letörölve, ezt is a mindenható Isten a megmondhatója. Hányan kaptak lelki megnyugvást, s hányójukkal történt csoda, ezt megint csak ott fönt jegyzik. És hányszor rebegtük el azt, hogy Isten segítségével a jóra törekszem és a bűnt kerülöm? Nem tudom. És hányszor mondtuk ki, mi atyák, és én feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Én úgy gondolom, ezek a fontosak és ezek a lényegesek, ami az örök üdvösségre vonatkozik. És szilveszterkor, vagy új év hajnalán legtöbb ember fogadalmat tesz, amit aztán nem igazán sikerül betartani, és akkor olyankor negatív az élmény, elkeseredik. Az új esztendőnek mindig úgy fussunk neki, és nem akarom tovább szaporítani a szót, hogy olyan legyen,
és úgy fogadom el, amit az Isten nekem szán, és nekem ad. Ekkor valóban boldog lesz az esztendőm, ha el tudom fogadni az Isten akaratát. Mert ő a legjobbat adja nekem. Testvéreim, Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő és az örökké valóság. Kérjük Istenünket, hogy kegyelmével gyümölcsözően használjuk fel a tőle kapott időt. Az új esztendőben engedd, Urunk, hogy szent neved legyen a segítségünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy egyházad békességben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, hogy gyarapodjék a nemzetek jóléte és békéje. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, hogy mindenki tisztelje szent nevedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts, hogy megőrizzük a benned való hitet és az egyház iránti hűséget. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, légy velünk majd az új esztendőben is, hogy fölkészülhessünk a számadásra, és egykor hűségesnek találtassunk ítélőszéked előtt. Hálaadásunkat pedig fogadd meg engesztelődve, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház javára. Istenünk, Te vagy az igazi buzgóság és békesség forrása. Add meg, kérünk, hogy méltóképpen tiszteljük fölségedet, ezzel az áldozati ajándékkal, és miközben részt veszünk a szent áldozatban, mindnyájunk szíve egyesüljön a hitben, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl a szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert világra jöttének most ünnepelt szent titka révén, láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten.
az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt, hogy önmagában fölemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világ rendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, s minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
Általa ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki, amen. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Mérünk Jézus Krisztus testének és vérünk egyesítése, váljék a szent áldozatban. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, te sokféle segítő kegyelmeddel kormányozod népedet. Kérünk, oltalmazd mind a jelenben, mind a jövőben, hogy a nélkülözhetetlen mulandó javak használatából ösztönzést merítve, még hűségesebben törekedjék az örökké valókra. Krisztus, a mi Urunk által. Drága testvéreim, mielőtt a Te Deumot elimádkoznánk, elénekelnénk, kérem, engedjék meg, hogy Gáspár atya, Zoltán atya, és minden munkatársam és a magam nevében is nagyon szép estét kívánjunk, és boldog új esztendőt. Olyan évet, amit az Isten ad, és úgy, hogy bátor lélekkel és erős lélekkel el tudjuk fogadni. A mestére csak úgy zárójelbe egy gondolat, tantum quantum, ez a mennyiségre vonatkozik. Thank you.
a Szentlélekkel együtt. Istenünk, minden ajándék atya, hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amik van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy fölismerjük végtelen atyai jóságod ajándékai, és téged őszinte szívvel minden erőnkből szeressünk. Krisztus, a mi Urunk által. Mindeneknek mindenható teremtője, nagy Isten. Néhány szempillantás múlva ismét vége lesz egy esztendőnek. Elenyészett minden viszontagságával, pedig gyakran gondoltuk, hogy ezek elviselésével gyöngék leszünk. Elenyészett minden örömével, pedig sokszor azt képzeltük, hogy ezek teszik állandó boldogságunkat. Úgy érezzük, fölséges Istenünk, idő és örökké valóságra, hogy számot kell adnunk arról az esztendőről, amelynek végét ezer és ezer embertársunk el sem érte. Félünk ettől a számadástól, mert érezzük, hogy ismételten vétkeztünk ellened, és ezért már előre is bocsánatodat kérjük. Kevés napja volt ennek az esztendőnek, amely halálos ágyunkon teljesen megnyugtató emlékezést fog kelteni lelkünkben. Ellenben sok nap vádol majd előtted ítélő Istenünk, hogy a világ hívúságának hódolva könnyelműen elvesztegettük, vagy szent parancsait megszegésére fordítottuk. Nagy Isten, ha összehasonlítjuk gonoszságainkat és ugasztásainkat azzal a kevés jóval, amit tettünk, pirulval kell megvallanunk, hogy érdemtelenebbek voltunk a kezedből vett ajándékokra, mint annyian mások, akiket az elmúlt esztendőben elnyelt a sír. Türelmed nagyobb volt, mint hálátlanságunk. Élni hagytál, noha meg nem érdemeltük. Bőven adtad kegyelmedet, noha azokkal sokszor visszaéltünk. Urunk és Istenünk, gyümölcstelen fák vagyunk, akiket megtűrtél kertedben. Az elmúlt esztendőben megszámlálhatatlan kegyelemmel és bőséges testi javakkal árasztottál el. Csak sejteni tudjuk azt a sok testi és lelki veszedelmet is, amelyet tőlünk elhárítottál. Kegyes üdvözítőnk, sokszor fölemelt előtted közben járó kezét, hogy ne büntess minket, sokszor esdekelt bűneink bocsánatáért, hiszen hányszor megígértük, hogy életünket megjobbítjuk. De ígéretünkről mi bűnösök minduntalan megfeledkeztünk, és maradtunk, akik voltunk, vagy a rosszat még rosszabbal tetéztük. Urunk, ne szállj velünk ítéletre, mert ha gonoszságainkat tekinted, ki állhat meg előtted. Töröld el vétkeinket az ártatlan bárány vérével, amelyet ő a keresztoltáron az egész emberiségért kiontott. Őszintén ígérjük, hogy az új esztendőben neked tetsző életet élünk. De vajon mit adjunk neked, Istenünk, ezért a számtalan jó téteményért, amellyel a lenyugvó esztendőben elárasztottál? Bárcsak világosan látnánk legalább most, amikor előtted értelünk, irántunk tanúsított szereteted nagyságát. Bárcsak örök hálával telne meg a szívünk. De mivel ezt a hálaérzést is csak atyai jóságot adományából várhatjuk, az esztendő utolsó napján eljöttünk szent oltárodhoz, ahol a kenyérszínnel a szent fiad, ami közben járunk jelen van, hogy szívünket, lelkünket és mindenünket oltárodra tegyük. Neked, legjobb atyánknak, urunknak, Istenünknek hálaadó áldozatul felajánljuk, és téged dicsőítő énekkel magasztaljunk, most és mindörökkön örökké. Amen.